Hát én is sziasztokkal köszönnék, és azt szeretném, hogyha ti is így válaszolnátok, mielőtt megrohannátok a pogácsás pultot. Szeretném nektek elmondani, hogy egy picit kakukktojás vagyok két okból is ezen a rendezvényen. Az egyik az, hogy én semmiféle pénzügyi tudatosságról és ilyenekről nem fogok nektek beszélni. A másik, ami miatt én kakukktojás vagyok ezen a rendezvényen, az az, hogy veletek ellentétben én, amikor annyi idős voltam, mint ti, akkor rettenetesen utáltam tanulni. És azt hiszem, hogy ebben a teremben egyedül maradtam ezzel. Ami miatt én nagyon utáltam tanulni, annak egy roppant egyszerű oka van, mégpedig az, hogy semmiféle élvezetet nem találtam a tanulásba. Ugyanakkor muszáj volt, és rengeteg anyagot kellett elsajátítani, és éppen ezért, amikor leérettségiztem, akkor megfogadtam, hogy én az életbe többet be nem ülök iskolapadba. Aztán úgy hozta a jó sorsom, hogy egy pár évvel később kellett jelentkeznem egy főiskolára. Muszáj volt, mindent megtettem, mégis felvettek erre a főiskolára. És el is végeztem, és amikor elvégeztem, akkor arra jöttem rá, hogy a tudás az egy nagyon fontos dolog. Tehát tudni jó. Mégpedig azért jó tudni, mert onnantól kezdve te irányítod az életedet, és nem más mondja meg, hogy hová állj, mit csináljál, és milyen arcot vágjál hozzá. Azt hiszem, hogy az előző előadások is, főleg a közvetlen előttem lévő előadás is pont erről szól. De most mivel rájöttem, hogy tudni jó dolog, de a tanulás az még mindig egy unalmas tevékenység, ezért elkezdtem kutatni a tanulási stratégiákat, és rá is találtam néhány nagyon jó dologra, ami után még két egyetemet végeztem úgy, hogy élveztem a tanulás minden percét. Tudom, hogy ez botrány, amit most mondok, lehet élvezni a tanulást. A tanulást azért lehet élvezni, mert hogyha megnézzük, hogy 0-tól 6 éves korunkig hogyan tanulunk, akkor arra jövünk rá, hogy mind a két agyféltekénket, vagyis a teljes elménket bevonjuk a tanulásba. Ha megnézel egy gyereket, egy pici gyereket, hogy hogyan tanul, például hogyan hallgat egy mesét, és hogyan tanulja meg a mesének minden egyes részletét, akkor körülbelül így megpróbálom utánozni a mesehallgató arcot. Így hallgatja, és a legváratlanabb pillanatban fog fölkiáltani, hogy vigyázz, Jancsit! Mert neked meg majd kiesik a kezedből a könyv. Ez azért van, mert ő bevonja a kreativitását, a játékosságát az egészbe, és a legadekvátabban egyébként két körülbelül 4 éves gyerek fogalmazta meg nekem, hogy mi ennek az egésznek a lényege, amikor megkérdeztem tőlük, hogy ti most akkor rendőröset játszotok? És akkor így a kis csávó így hátranézett, és azt mondja, nem, mi rendőrök vagyunk. Mert ő benne volt az egész sztoriba, tehát ő volt maga a sztori. Na a lényeg az, hogy két agyféltekénk van. Ugye ezt tudjuk a különböző kutatásokból és publikációkból. Van a bal agyféltekénk, ami az igazi racionalitás, ami hidegen, elemzően áll a világhoz, a külvilágból érkező információkat logikusan elemzi, és 2 + 2 = 4. És ez nem vicces. Jó van? Mondja ezt a bal agyfélteke. Ugyanakkor a jobb agyfélteke tartalmazza a humort, a játékosságot, a kreativitást, a fantáziát, az érzelmeket, az álmodozást. Tudod, amikor ülsz a matekházi fölött, és rájössz, hogy hát Margitka milyen kis intelligens lány, és akkor így lőttek a matekházinak. Be lehet helyettesíteni Pistikével, akinek persze széles válla van. Szóval a jobb agyfélteke tartalmaz mindent, amit lehet élvezni az életben, és nem bűncselekmény, nem hízlal, nem erkölcstelen, az mind a jobb agyféltekében megtalálható. Na most, amikor bekerülsz 6 évesen az iskolába, akkor valahogyan átkerülsz egy kicsit ilyen bal agyféltekésebb területre, mert a tanítónéni azt mondja, hogy na, üljél le oda, nem azok, így kell írni az A betűt, ezt most ismételd meg 300-szor, így kell írni a B betűt, még 200-szor ismételd meg, az alapműveletek az 2 + 2 = 4, 2 + 3 = 5, ebből most csináljál még 30-at, és átkerülsz egy ilyen logikai területre, ahol inkább csak a bal agyféltekédet használod. Na most, ha a bal agyféltekédet használod, akkor fog kialakulni te számodra az a fajta tanulási módszer, amit úgy hívunk, hogy ismétlés, gyakorlás, ismétlés, gyakorlás, ismétlés, gyakorlás, ami viszont egyelő a magolással. A magolás viszont szerintem egy tévedés. Az egy tévút, mert a magolásnak a megértési szintje, miután rengeteg időt áldoztál rá, az pont annyi, mintha azt mondanám, hogy Nyézsonra járt nyalkás brigyók, turbótak púrtak az epén, s nyomlogott, mind a pirityók bröfnyent a mamsi plindeszélben, ökörréderek, s Mátyó gongyorásznak cipra indró véderek szúnya feltanyát. Most mi van, miért néztek így? Nem értitek, amit mondok?
Hát pont ennyi a magolásnak a megértési szintje, tehát hogyha bármit bemagolsz, akár mondjuk az atomfizika egyes tételeit, ennyit fogsz belőle körülbelül érteni. Na ez legyen az alapja annak, ami miatt most följöttem a színpadra, és egy nagyon-nagyon rövid időt kaptam erre, meg majd még kétszer a rendezvény során. Meg még egy gondolatot hagy mondjak ehhez, hogy hogyan hangoljuk össze a két agyféltekét. Azt is tudjuk a kutatásokból, hogy a bal agyféltekénk irányítja a jobb oldali részünket, és a jobb agyféltekénk pedig irányítja a bal oldali részünket, a kezünket és a lábunkat. Éppen ezért ahhoz, hogy a tanulásba egyszerre tudjuk bevonni a jobb és a bal agyféltekét, tehát a bal agyféltekével megérteni a külvilágból érkező információt, a jobb agyféltekével pedig berögzíteni, hozzákapcsolva a játékosságot, humort, kreativitást, a hülyeséget, ugye, mert a hülyeséget azt előbb megjegyzed, ugye, édes gyerekem, hát akkor miért ne használnánk a tanulásba? Szóval, visszatérve az eredeti gondolatomhoz, hogy hogyan tudjuk legegyszerűbben összehangolni a jobb és a bal agyféltekét, azt megmutatnám nektek, hogyha fölállnátok a székről. Köszi! Szóval, azt is kérem tőletek, hogy tegyetek le mindent a kezetekből, mert ellenkező esetben... Te most a székre álltál? Jó, oké, maradj ott, csak nehogy leess. Képzelj el a fejed előtt egy probléma dobozt, és ebben a dobozba beleteszed az összes problémát, ami az intellektuális problémáid, tehát ami az észbeli problémáid, tudom, hogy nincsen ilyen nektek, értem, de képzeljétek el. Tegyétek bele, és mivel a jobb és a bal agyféltekét úgy tudjuk a legjobban összehangolni, hogyha ellentétes mozdulatokat csinálunk, ezért a jobb kezeddel, miközben válszélességű terpezbe állsz, srácok, válszélesség, ez nem az, jó? Tehát válszélességű terpezbe állsz, beleteszed képzeletben az összes problémádat ebbe a dobozba, és jobb kézzel szépen lassan eltolod bal irányba, de úgy, hogy a lehető legmesszebb told el, úgyhogy a lábad nem mozduljon el, jó messze, és bal kézzel pedig a jobb oldali irányba szépen lassan told el, úgy, óvatosan a másik fejét is eltolhatod. És aztán ismételjük meg jobb kézzel megint a bal irányba, de ne ilyen lazacsaj módjára így ellegyintgetjük így, hanem jól alaposan húz, vagy told el, hogy mozgass meg magad. És akkor a második fázis következik, a szív magasságában is képzelj el egy problémadobozt, itt az érzelmi problémáidat teszed bele, és ugyanúgy jobb kézzel eltolod bal irányba, és bal kézzel pedig jobb irányba tolod el, óvatosan, nem látom, hogy mindenki csinálná, érzelmi problémák, tudod, mert mondtam, Margitka nagyon intelligens, és akkor most így félre tudjuk tolni, ezt csináld meg még háromszor vagy négyszer, és hogyha a harmadik lépést is megcsináljuk, és ez pedig a has magasságában képzelj el egy dobozt, ezek az ösztönök magassága, mert most mondom, hogy Margitka intelligens, tehát az ösztönös problémáidat is told el, jó messzire. Nem látnám, hogy az ösztöneiteket eltolnátok oldalra. Oké. Köszönöm. Ez, hogyha megcsinálod a tanulás közötti szünetekben, akkor biztos vagyok benne, hogy a jobb és a bal agyféltekédet össze tudod annyira hangolni, hogy utána, hogyha leülsz tanulni, akkor sokkal kreatívabb leszel, pláne, hogyha egy kis energiát is nyersz magadnak. Úgy tudunk energiát nyerni magunknak, és ez lesz az utolsó gyakorlat, legalábbis most ebben a blogban, hogy csukd be a szemed, és add át a pénztárcádat nekem. Jó, csak mert eszembe jutott, hogy egy pénzügyi tudatosság fórumon vagyunk. Szóval csukd be a szemed, nyújtsd föl a kezed a lehető legmagasabbra az egyiket, és aztán, ha már itt tartunk, akkor a másikat is. És képzelj el magad fölött egy hatalmas energiafelhőt, amiben bármikor belemarkolhatsz, és annyi energiát kapsz belőle, amennyit csak akarsz. És nem csak energia van benne, hanem tudás is van benne. És ráadásul az intelligens Margitka is ott van. Köszönöm a figyelmet. Na már megint itt vagyok. Ebből már megint tornaóra lesz, én úgy látom. Hadd mondjam el nektek, hogy
a lépéselőny tanulás módszertani központot vezetem, aminek ott látjátok a logóját, és nem véletlenül formál jobb és bal agyféltekét a logó. Ugye a bal agyféltek az, ami ilyen kis kocka, ilyen kis, hát mondhatnám informatikus típusú, de egyáltalán nem biztos. A jobb agyféltek az inkább a játékosság, a művészesség, a humor, stb. És ott látjátok a tanulás módszertani központnak az e-mailt, a webcímét is. A legfontosabb célja a lépéselőny tanulás módszertani központnak az, hogy megtanítsunk mindenkit tanulni. Tehát mi tanulni tanítunk. Ez nem egy plusz tantárgy, hanem olyan technikákat mutatunk mindenkinek, aki eljön a tanfolyamainkra, amit, hogyha használ az egyébként is a mindennapi tanulásban, akkor sokkal hatékonyabb lesz, sokkal eredményesebb lesz. És most mutatnék nektek egy olyan technikát, amit akár tanulás közben, akár az órán is tudtok végezni. Furcsa dolog, de még az órán is tudtok végezni. És egyébként az otthoni tanulásban is tudtok végezni. Szerintem az egyszerűség kedvéért álljunk föl. Én már állok. Köszi, srácok! A lányok csak halkan kuncogtak, csak úgy diszkréten. Szóval, ebből tudom, hogy nem jövök ide, én két lábon állok. Nem három. Mutatnék olyan pontokat a testeteken, ami segíteni fog abban, hogy amikor az agyatok egy kicsit kezd már lezsibbadni, vagy a rengeteg tanulnivalótól, vagy magától a tanártól, akkor hogyan tudjuk az agyunkat egy kicsit stimulálni. Ehhez azt kell tudni, hogy a testünk tele van különböző reflex zónákkal. Én úgy szoktam hívni ezeket, hogy különböző gombok, ami különböző szervekhez vezetnek. Most nem röhög. Tehát valamelyiket megérinted, megmasszírozod, megdörzsölöd, akkor valamelyik szervedben valamilyen változás fog bekövetkezni. Most kizárólag csak az agyunkat kezdjük el stimulálni. Emlékeztek rá, illetve láttatok már olyan embert, aki miközben gondolkodott, így csinált. Jó, azon kívül, hogy engem is láttok így. Ez az orrunk tövében egy olyan pont, egy olyan reflexzóna, ami az idegpályákon keresztül az agyunkhoz vezet, vagyis az agyunkat kezdi stimulálni. Vagyis ezt mi ösztönből csináljuk, tehát amikor nagyon elkezdesz gondolkodni, akkor így csinálsz, kivéve, hogyha nem gondolkodsz, csak ilyen téli megfázásos időszak van, és nincsen zsepidés utána. Javaslom, hogy csináljátok ti is, tehát így kezdjétek el így az orrotok tövét dörzsölgetni. Ez tehát az agyunkhoz vezető reflex zóna. Ettől az agyad egy kicsit, szóval nekifutok még egyszer ennek a mondatnak, ettől az agyad egy kicsit jobban fog működni, és a lányoknak szeretném mondani, hogy még egy dolog fog bekövetkezni, ilyen kis szexi piros foltocska lesz itt az orrod alatt. Van egy másik reflexzóna, illetve kettő is a fejünkön. Láttatok már embert így gondolkodni? Ezt is automatikusan csináljuk, tehát hogyha a halántékunk két oldalán van ez a kis gödröcske, ezt elkezdjük masszírozni. És ez 30 másodpercen keresztül masszírozgatod, szintén egy reflexzóna, és az agyadat stimulálni fogja. Na mutatok másik kettőt, ahogy már ritkán szokott az ember gondolkodni. Van az agyunkhoz vezető reflexzóna a kulcscsontunk alatt, közvetlen a kulcscsont alatt egy arasznyi távolságra, tehát a középvonaltól fél-fél arasznyi távolságra. Ez a két pont, ez is reflexzóna, ha ezt elkezded masszírozgatni, egyrészt jól fogsz kinézni, miközben így masszírozgatod. Másrészt az agyadat is elkezded stimulálni, így már ritkán szoktak az emberek gondolkodni. Tehát amikor felszólít a tanár felelni, akkor ritkán csináljuk azt, hogy bocs, most gondolkodom egy kicsit, de jó. És ahogy a még ritkábban szoktunk gondolkodni, még egy reflexzóna a keresztcsont felett, egy tenyérnyire a gerinc két oldalán. Tessék, masszírozd! Na gyerünk, ne lazsálj. Tehát így már még ritkán azt szokták gondolkodni, hátul. Mindenki a sajátját, főleg a srácok egymásnak. Oké, hogyha szeretnél,
Hogyha szeretnél közben egy kicsit felfrissülni, akkor érdemes a fülcimpádat így a legtetejéről kezdve elkezdeni masszírozni így végig, föntről lefelé. Nem látnám, hogy a saját fülcimpáját masszírozná mindenki. Oké. És hogyha már ennyire izgalmas ez a téma, akkor kérlek benneteket, hogy mindenki forduljon ide a középvonal felé. Úgy, így a középvonal felé. Úgy, tehát most így úgy álltok egymás után, mintha vonatban állnátok. És mindenki szépen lassan érintse meg a másiknak a vállát, a csuklyás izmát. És óvatosan masszírozza meg. Úgy kellemesen. Nem csúsztatod lejjebb a kezedet? Úgy, csak... Oké. Megköszöni azt, akinek megmasszíroztad, forduljatok 180 fokot, és adjátok vissza. Oké. És akkor most utoljára kezeket föl, nézzük meg azt az energiafelhőt, markoljunk bele mind a két kézzel. Jó alaposan markoljunk bele. A lehető legmagasabbra tele van energiával. És most se felejtsük el, hogy Margitka milyen intelligens lány. Köszönöm. Hello, mi? Mutatnék nektek egy olyan technikát, vagy olyan módszert, amivel könnyen és nyugodtan tudtok vizsgázni. Ferelni, dolgozatot írni, stb. Ez érdekel valakit? Ki az, akit érdekel? Jó, ki az, akit érdekelne, hogy hogyan lehet tök könnyen vizsgázni, úgyhogy ne kelljen tanulni, és semmi, az mind a két kezét tegye föl, és álljon a falhoz. Oké. Okay. Szóval mutatnék nektek olyan módszert, olyan technikát, amivel azt a fajta feszültséget tudjátok oldani, amit hívhatunk lámpaláznak, hívhatunk bármiféle feszültségnek, de az biztos, hogy megakadályozza azt, hogy jól vizsgáz. Képzelj el először is egy mondjuk 10 emelet magasságában kifeszített drótkötelet, és azt a feladatot kapod, hogy mindenféle biztosítókötél, védőháló nélkül neked így szépen át kell sasszéznod egyik helyről a másikra. Hát először is tudja az agyad, hogy ez egy olyan feladat, hogyha elhibázod, akkor szépen lehullasz, de nem mint a falevél, hanem ilyen körülbelül így fogsz lehullani, és egy egészségeset csattansz a betonon, és amint ez megtörténik, pontosan tudja mindenki, hogy soha többé nem fogsz se csajozni, se pasizni, semmi. De nem csak azért, mert állati rondán fogsz kinézni, hanem azért, mert meghalsz. És halott ember nem csajozik, nem pasizik, ezt nem tudom, tudtátok-e, de ez nagyon fontos. Szóval az agyad ebben a pillanatban átáll egy úgynevezett vészhelyzeti üzemmódra. És ebben az üzemmódban, hogyha valaki megkérdezi tőled, miközben te sasszézol át a drótkötélen, hogy na, mi Pitagórasz tétele, akkor valószínűleg azt mondod, hogy hagyjál már, se tudom, hány éves vagyok, nem, hogy mi Pitagórasz tétele, hiszen ez egy vészhelyzeti üzemmód. Na most, ami miatt ezt elmesélem nektek, az az, hogy nagyon érdekes módon, amikor felszólít a tanár felelni hirtelen, vagy dolgozatot írsz, és úgy érzed, hogy úristen, nem készültem föl, ugyanebbe az állapotba kerül az agyad. Tehát ugyanebbe a vészhelyzeti üzemmódba kerül az agyad, csak a kettő között az a különbség, hogy ez nem egy életveszélyes állapot. Tehát valójában az életed megmarad, akkor is, hogyha egyesre felelsz, nem? Kivéve, ha otthon nem tudod elmagyarázni, hogy miért a tanár volt a hülye, akkor persze. Illetve, hogyha olyan osztálytársaid vannak, akik így néznek, hogy micsoda egyes ilyen ember ne legyen az én osztálytársam, majd a szünetbe elrabolnak, és egy narancssárga színű fröccsöntött műanyag gombás kínai papuccsal vernek agyon. Nem valószínű, hogy ilyen osztályban jársz. Minden esetre mutatnék egy olyan technikát nektek, amihez először is most nem kell felállni, és mutatnék egy olyan technikát nektek, amivel meg tudjátok magatokat nyugtatni a dolgozatírás vagy a felelés előtt, egész pontosan az agyatokat meg tudjátok nyugtatni, hogy ne álljon át vészhelyzeti üzemmódra. Halálosan egyszerű lesz,
körülbelül 50 másodpercet fog igénybe venni. Arra kérlek most benneteket, hogy csináljátok azt, amit mondok, és nyilván meg fogjátok jegyezni elsőre, és utána önállóan is tudjátok csinálni. Kérlek benneteket, hogy tegyétek így a kezeteket, mikrofon nélkül, így egymással szemben. És először érintsétek össze a hüvelykujjatokat, mutató ujj, két középső ujj, gyűrűs ujj, kis ujj. Most engedjétek el. Kérlek benneteket, csukjátok be a szemeteket, és csukott szemmel csináljuk végig ugyanezt. Két hüvelykujj, két mutató ujj, két középső, két gyűrűs ujj, és a két kis ujj. És most érezd az érintést mind a két ujjadban, hogy megérinted az ujjaidat. És most számolj vissza 20-tól 1-ig, most én fogok számolni, arra kérlek, hogy te lásd magad előtt a csökkenő számokat. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. És most visszafelé először engedjük el a két kis ujjunkat, majd a két gyűrűs ujjat, két középsőt, két mutató ujjat, és végül a két hüvelykujjat. Nyissuk ki a szemünket, és lássuk, hogy hogy megnyugodott az agyunk, és azt is, hogy micsoda fantasztikus előadások lesznek még ezen a konferencián. Köszönöm a figyelmeteket!